Reggeltől estig pattogott a labda a maga nemében speciálisnak nevezhető bonyhádi kispályás téli labdarúgótornán, az összetartozás kupán. 6 anyaországbeli csapat és ugyanennyi az elszakított országrészek képviseletében lépett pályára a bonyhádi városi sportcsarnokban. Ritkán jön össze az ilyen típusú, amolyan országegyesítő tornán, hogy valamennyi elszakított országrészt képviseltesse magát. Kárpátalja sokszor hiányzik, de ezúttal 2 csapat is érkezett onnan, Ungvár és Beregszász. Erdély, Felvidék, Délvidék és még a Muravidék is jelen volt. Volt egy ungvári csapat, akik csak egy baráti társaság, egy tévéstáb összeállt és eljöttek, és ők viszont nagyon sokat kaptak, de jól érzik magukat, hiszen tegnap egy közös vacsorával kezdődött az eseménysorozat. A székely disznóvágás van, holnap elmegy mindenki haza, és kedden mi utazunk ki Madéfalvára megemlékezni. Nyárszereda remek futzálosokkal érkezett erre a tornára, akik tényleg új szint hoztak a játékba, akik közül többen már a nagy székely udvarhely futzál csapatában is szerepelnek. Ezek a spillerek fontos szerepet játszottak győzelmükben. Mányi Szabolcs, Szécsi Barna, Bíró András. A csapatvezető elérzékenyült, amikor ezen torna küldetéséről kérdeztük. Tisztázom, borzongatom, amikor ennyi nemzet, ennyi ország, tehát ennyi országból a magyarság összegyűl. Voltak már olyan tornán, ahol minden elszakadt ország részinte itt van? Hiszen itt vannak a Kárpátalján is. Voltam, én például Nyárszeredán minden évben részt vett Örkénybe, a Örkény Vitéz kupán, és ott is minden régióból jönnek. Az anyaországi bonyhádi és a környékbeli csapatok mellett a dombovári focisoli képviseletében induló együttes újoncként élte át az összetartozás kupa semmi más hazai tornához nem hasonlítható atmoszféráját. Egyébként a mezőny legfiatalabb csapata volt az övék. 22 éves a fiam, ő a legidősebb játékos, tehát 2-3 éve fiatalabb játékosokkal is jöttünk el, akik holnap az U20-as futszálban fognak itt játszani. Én vagyok az U20-as futszálnak az edzőjük, és megkértek minket, hogy vegyünk részt ezen a tornán, és szívesen mondtunk igen. Nem futszálos csapat vagyunk, kivéve azt a két nagypályás futballista kivétel nélkül mindegyik játékosunk. Itt a futszálos csapatok előnyben vannak, de én azt gondolom, hogy másodikként tovább mentünk, az elődöntőkben vagyunk. A dombováriakat a megye egyre épülő, rutinossabb játékosokat fölvonultató bonyhádi téli kispályás tornák meghatározó csapata a Kakas tudta csak megállítani, amely egyébként a 3. helyet szerezte meg az idei összetartozás kupán.